Sziasztok, Breda Bia vagyok. Itt vagyunk a terminálon. Nézzétek a Party Shakers! Sziasztok! Party Shaker! Nagyon szeretünk, poszika! Szevasztok, Fizbo vagyok, itt vagyunk a terminálon, és kövessetek ti is a Party Shakers, szevasztok! Mi az, elromlott? Működik, jó? Valami van, valami történik, ebben biztos vagyok. Te hogy látod? Jól látom. Mi? Hogy vagy? Nagyon jól! De miért kiabálsz? Nem tudom! Én anélkül is hallok. Ja, bocsikét, így sokat vagyok! Jó, én meg hallom. Hogy vagy? Nagyon jól! Szia, Moson Magyaróvár! Mindig a legkisebb szól a legnagyobbat. Itt hagytál! Ja! És úgy fáj, hogy nem vagy már! Neki, hogy készüljön fel a ma estére? Mire számítson itt Moson Magyaróváron? Nagyon durva este lesz, és reméljük, hogy jó lesz minden. Manuel lesz, nagyon jó lesz! Manuel a legjobb! Sziasztok, ez itt a Party Shakers legújabb adása. A mai napon itt vagyunk újra Moson Magyaróváron a termináról. És ahogy láthatjátok, a Manuel már elkezdte a koncertet, de a mai napon itt van még velünk Breda Bia, Frisbo és a Secretix is. Az interjú alanyok már nagyon várnak minket, nem is húzom tovább az időt. Már elkezdjük az interjúkat. Hogy vagytok? Jól vagytok? Jól! Mennyire vagytok Manuel rajongók? Nagyon! Melyik számát várjátok? Idegen, az már volt, Bucsódal! Mi is idegen, meg az utolsódal! Száz hibát várom nagyon! Mennyire volt nehéz ide jutni a legelső sorba? Hát a Juliék már itt voltak, szóval igazából itt nem volt olyan nehéz. Maradtak a koncert után is? Szerintem igen! Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Győri Spák jelentkezik Óváról. Mindenhol ott vagy? Vagy járod a környéket? Járom a környéket, így igaz. És ilyenkor van valami belépő kedvezményed? Hát nem tudom, majd mindjárt megkezdem a bátyákat onnan. Mi újság? Mire készültek itt ma este, mi lesz? Durva bebaszásra. Szétszedjük. Mert maradtok az afteron is? Itt hajnali nyomjátok. Á, reggel 7-ig maradunk. Buszi. Tényleg? Aha. Én erre nem tudtam. Mindig így érkeztek nyitásra? Hát nem, de most úgy alakult. Úgy alakult igazából, úgyhogy nem terveztünk előre semmit, csak úgy jövünk. Csak úgy jövünk magunktól. Jövök, megyek. Persze, egyértelmű. Megvan már 4 éves videó, és még mindig tudják. De most van egy újabb szlogen, az is Borsodba forgott, azt nem tudom, hogy láttátok-e. Jobb egyedül. Mint magadba? Jó, te tényleg! Látom, azért picit összeöltöztetek ma este. Igen, üzenni szerették a legjobb barátom Exének. Bekaphatja, hogy itt volt a legértékesebb lány. Igen, már a buli nagyon jó. Már bekezdett a Breda Bia. Elég sokat szólott itt lenni. Igen. Ennyi. Igen. Jön a Manuel, itt van a Fizbo, a Secretix. Igen, így van. Milyen gyakran jöttök ide a terminálra? Én most vagyok itt először, mert nem ide valósi vagyok, de már most nagyon jó! Honnan érkeztél? Kapuvárról! Kapuvárról jöttünk mindketten! Na
Hol hallottatok a rendezvényről? Hol hallottatok a rendezvényről? A barátomtól! Itt vagyunk, elég korán vagyunk, mindjárt kezd a Manuel. Rengeteg koncert szokott itt lenni a Terminálon. Legközelebb kire jönnétek el ide szívesen Kapuváról? Bárkire! Bárkire! Itt most a Magyaróváron minden csaj ilyen, hogy fogják magat és elszaladnak? Igen, összes ugyanolyan. Nehéz felszedni őket. Nehéz. Mondasz nekik valamit és egyből mennek tovább. Hát elmegy a fülük mellett. Itt vagyunk húsvét vasárnap. Hogy mentek innen holnap locsolkodni? Ma meg volt a locsolkodás buli előtt. Ki tudja, ha sikerül valami lányt összeszedni, azt majd holnap. Csinál, miért nem csináljuk meg a barátnőnek is ilyen? Csináljam neki! Meg tudod itt? Persze! De jó, mert így legalább nem... Jó, mert így legalább be tudtok begyűlni a mai buliba. Ezt tanultad valahol? Nem! Reméljük, hogy akkor jól sikerül azért. Meséljetek addig magatokról! Nem tudok semmit igazából. Nézzenek oda! Hát álljatok egymás mellett! Milyen jó! Tök jó lett! Köszi szépen! Nem akarsz modrász lenni? Nem! Maradt a koncert után is? Vannak ilyen tervek? Persze, végig! A végig! Szétnéztek, azért biztos látjátok, hogy mindenki egyre többet iszik, valaki nem tudja a mértéket. Ti hogy figyeltek erre, hogy betartsátok azt, hogy ne legyetek rosszul? Mi a tipp? Hát én igazából, amikor már érzem, hogy nem vagyok jól, meg amikor már hány ingerem van, akkor már tudom, hogy akkor már nem iszok többet, és akkor már így valahogy kibírom. Én még akkor is iszok! Úgyhogy ilyen korán itt vagytok? Muszáj itt lenni, hogy jó nőket találjunk igazából. Van ilyen terv már? Lehet, hogy ma valakivel hazamész? Hát jó lenne igazából, az az elsődleges, de hát... Mit szólnának otthon? Ilyenkor hogy van megbeszélve? Nagyon halkan kell menni? Nem kell halkan menni, simában megoldjuk. Nem fog hazavinni senkit. Sose késő elkezdeni. Persze. Badobom magam, aztán ennyi igazából. Hát vártam, mivel hogy én most jövök itt először, nemrég költöztem ide, pontosabban Rónafőre. Így kíváncsian várom, hogy mi lesz itt konkrétan, mert tényleg nem voltam még egyáltalán. Messziről költöztél ide? Hát fogalmazhatunk úgy 300 km, Baja, gondolom megvan. Bajáról? Járos Salmi vagyok. Igen? Bács megyei vagyok. Bács Csalmási pontosan. Az ott van mellette. Persze, persze. Régen jártunk oda az Aquariusba. Igen? Előtte meg B9 volt ugye? Igen. 19 vagy 9, valami ilyesmi. Ja. De onnan? Milyen? Hogy átkerültél ide a térkép másik oldalára? Hát sok minden hozzáfűzött. Hát katona voltam meg. Hát gyerek otthonban nőttem fel és így ide meg oda vitt a sors. És így szerencsét próbálok itt is, hogy... Mert... Jobb így akkor nálad most, nem? Halljuk be őszintén, én tényleg odavalósi vagyok arrafele, de itt sokkal nagyobb rendezvények vannak. Igen, ezt be kell vallani, ez így van. Meddig tartnálatok a buli mindig általában? Meddig maradok? Megvan szabva otthon, vagy nincsen? Olyan 4-5 fele. Én fihatkozok, szoktam hazaérni. Mi a rituália a buli után? Egyből hazamentek, vagy beugrotok valahova kajálni esetleg, vagy mi a terv? Igazából valamikor megkézni megyünk, én legalábbis, vagy igazából haza. Én haza szoktam menni aludni! Egyből? Nem rossz utána felkelni? Vagy nem csúszik el az egész napod? Ó, nekem nem! Én is, akkor 16 órát tudok aludni, gondolom akkor te is! A legjobb! Te is? Alszol 16 órát? Micsoda? Te alszol 16 órát? Há, azért annyit nem! Mi a rekord? Alszok 16 órákat! Nagy hallgat, mit hallgatózol? Kérdezni akartam tőled is! Szoktam magam érezni, mindenhol bemegyek, és akkor jöhet a parti, mert én a Krisna völgybe érzem magam sokszor. És... De nem 16 órát alszol, de 16 órát vagy fent minimum! Én 16 órát túlórázok általában, és akkor szoktam érezni a jedit, és akkor berobbanok, és akkor nyomom a mindent is. Én is érzem a jedit elég keményen.
Mennyire néznek titeket a buliban? Azért könnyen észre lehet venni titeket a buliban. Mennyire néznek az emberek titeket? Eléggé. Engem mindenhol megnéznek. Bejövök, és akkor már én a figyelem, és akkor táncolok. Mit üzennél a szervezőknek? Kik hívjanak el legközelebb ide? Legközelebb mindenkit hívjanak el, aki a legjobb, és 2023-ban fel van kapva. Dálias, engem hívjanak el, és akkor fellépek. Figyelj, mert buli van. És... Holod hoztad, Ádám? Hoztam, hát egy megbeszél. Let's go! Hát egy évet nem veszem, jó? Nem, hogy bent van egyébként, de hogy egy ilyen hátul vagytok a Manuelen? Mi hátul vagyunk? Hát, mi csak vegetálunk itt hátul. Most miért? Mi van akkor, hogyha a jó csajok elől vannak? Senki nem tudja, itt is eléggé bombázóak vannak, hidd el. Ezt maradjon titok, hogy itt hátul is jó csajok van, nem mondjuk el senkinek. Nem, ám. Megint, de valami lilát? Na jó, ezt elfogadom, hát mesélj addig valamit, hogy vagy? Á, kurva sokan vannak. Hogyan hazudsz idegvérrel? Én lelépek, mert rossz visszanézni utána. De Manuel a legjobb, mindenki jön! Imádom az idegen albumot, mindenki hallgassa! Vártok még ide valakit? Ki jöjjön még ide fellépni? Látom! Megérkezett a barátnő, és hát ilyen nagy belépője még senkinek sem volt szerintem mindenkit. Hát úgy beérkeztél ide, mint valami díva. Hogy vagy? Jaj, nagyon jól! De most az italpultból jöttél, vagy honnan érkeztél ide? Onnan! Egyébként csútló, jöjjön ide, csútló, létsz, gyere ide hozzánk! Nagyon szeretünk, de Manuelt is imádom! Hú, nagyon jó a Manuel! Az a baj, hogy nem látok semmit! A felemeljenek? Lám, ugye a telefonommal felgyújtom, és akkor látom! Mondd el a reakciódat! Mi volt a reakciódat, amikor ezt megtudtad, hogy ő koncert? Megtudtad, elolvastad, és hogy néztél ki? Én, amikor megtudtam, hogy ő a Manuel, lesokkolottam, egyből vettem a jegyet. Legelső között voltam. Így jó, mert egy olcsóbb elővételben. Olcsóbb, legelső között voltam, megvettem először a jegyet. Honnan érkeztetek? Innen, Mosonmagyaróváriak. Váriak vagyunk. Mit volt? Vettünk az OTL-es... Na, hát akkor most folytatjuk újra az itt. Nem te szaladtál oda? Hova? Hát egyszer oda szaladtál, nem? Csak akartam, de nem jött össze. Most ide szaladtál? Na, majd most így ide szaladtam. Az itt bulizóknak mit üzennétek? Jó bulizást, és érezzék jól magukat. Igyatok, annyit igyatok, amennyit tudtok. Ennyi. Ne többet, ne kevesebbet. Ennyi. Éppen gyorsan lejöttél a színpadról, igen, és igen. Hát itt vagyunk Mosonmagyaróváron, Budapest nem itt van a szomszédban, és mégis mész az Ötkertbe ma este még. Megyek, de előtte még két helyre is, úgyhogy ma 4 fellépésem van, és ez annyira isteni, annyira hálás vagyok ezért. Milyen helyszínekre mész még a mai napon? Innen itt kezdtem, ugye Mosonmagyaróvár tatta a Budapest. Jó, mert akkor visszafelemész, és nem össze-vissza van. Ez az első ilyen nagyobb kanyarod, hogy van 3-4 fellépés, vagy volt már mondjuk fesztivál szezonban? Volt már 3, de 4 fellépés egy éjszaka alatt ez az első. Kíváncsi leszek, kellene egy ilyen utóinterjú, hogy reggelre, hogy nem rossz volt, de hogy nézel ki, mert ez nagyon megterhelő. Én úgy gondolom, hogy közte lehet fáradtnak lenni, de ahogy elindul a zene, akkor 100%-osan oda kell figyelni a közönségre és mindent beleadni. Itt ma már elhagytam a fülbevalómat, úgyhogy így indult az eset. Szerencsét hoz. Igen? Mondjuk, szerintem. Jó, legyen úgy. Itt voltunk újra Mosonmagyaróváron, már visszajáró vendég vagy. Mit tapasztaltál ma a közönségen? Nagyon édesek, nyitásra már sokan jöttek, és az első 3 dalom az úgy szólt egyébként, hogy végigmentem, mert nagyon sok képet kértek, nagyon édesek voltak. Sok-sok üzenetet is kaptam, hogy várják már, hogy jöjjek, úgyhogy mintha hazajöttem volna, nagyon, tényleg nagyon édesek voltak. Előző héten vagy most héten volt az első debütáló bulid a Zöldkertben, ami saját este volt. Hogy sikerült ez az egész? Egyszerűen zseniális volt. Tényleg nem tudok mást mondani, csak azt, hogy hálás vagyok azért, hogy zenélhetek. Mert közben már elindult a koncert, úgyhogy remélem, hogy hallani lehet majd. Rekordszámban szólt vették meg az elővételes jegyeket, Ötkert szinten is rekordot döntöttünk. Isteni volt a hangulat, és én hálás vagyok, hogy ennyi embernek zenélhetek, és ilyen sikeres volt az első önálló estem. Lesz majd folytatás. Vagyunk húsvét vasárnap, ugye kellemes ünnepeket kívánok. Köszönöm, hogy telt neked eddig? Takarítással,
sonkával, tojással, tormával, megint takarítással, megint sonkával, tojással, tormával, és még egy kis takarítással, aztán ma eljöttem bulizni hullafáradtan. Itt vagyunk vasárnap, már nálatok nem szokás locsolkodni, vagy nem szoktál járni? Én nem járok. Ennyi, hogy rövid, vártam, hogy kifejtett, hogy miért nem jársz? Nem tudom, számomra nem idegződött be annyira ez a szokás. Gyerekkoromban annyira nem voltam szerintem rávezetve meg. Amúgy is állandóan szégyellős voltam a lányok körül, úgyhogy se a versmondás, se a locsolkodás annyira nem működött. Aztán felnőtt koromra is engedtem, úgyhogy... Van biciklid? Biciklim? Piros? Van a biciklid, mert szólnánk a szervezőnek, Balázsnak, jövök én is, és hároman biciklivel elmegyünk holnap locsolkodni. Jó, de te hozod a szódát. Meg a bicikli. A mai napon itt voltunk Mosonmagyaróváron a Terminál rendezvényén, Fizbóval, Manuellel, Brédabiával és Szekratixel. Tartsatok velünk legközelebb, és addig is sziasztok!